A keddi események között főszerepet kapott az elsősök és az ötödikesek avatása eskütétele. Az osztályok színvonalas bemutatókkal kedveskedtek a megjelent diáktársaknak, tanároknak és hozzátartozóknak. Az idei kőkúthetünket a Herman Otto emlékév köré építettük, a programokat is ehhez igazítottuk, a természet és környezetvédelem nagy szerepet kap az eheti programokban. A mai napon a hagyományok szerinti avatás lesz az elsősök és az ötödikesek bemutatkozó műsora. Azon kívül délután ökokifestővel fognak foglalkozni a kicsik. Szerdai napon 2 darab előadáson fognak az alsó tagozatosok részt venni az aulában. Először lesz egy újrahasznosításról előadás és bemutató, amikor bemutatják, hogy hulladékokat hogyan lehet újrahasznosítani. Ezeket a munkadarabokat csütörtökön egy kézműves délután keretében ők is elkészítik. Azon kívül pedig lesz egy madártani bemutató és előadás szintén az aulában. Pénteken filmet vetítünk a kicsiknek, szombaton pedig a hagyományos kőkútnapunk lesz, amikor ügyességi versenyeken fognak részt venni, illetve a harmadik, negyedikesek egy tájékozódási futáson. Az esküt Esztergályos Patrik ifjúsági párbajtőröző világ és olimpiai bajnok mondta el. Idén a természetvédelem, környezetvédelem köré csoportosítottuk a foglalkozásokat. A mai nap folyamán az avatás után a gyerekek, mivel 100 éve halt meg Herman Otton a természettudósunk, tablót készítenek életútjáról, tevékenységéről, majd ezt követően természettudományi vetélkedőn vesznek részt. Úgy gondolom, jól sikerült az előszervezés, ugyanis például a tablókészítéshez már a múlt héten kiadtuk a csoportoknak a gyűjtési feladatot, és ma látom, hogy nagyon szépen mindenki teljesítette ezt az előzetes feladatát. Nálunk egy hagyomány, hogy a diák önkormányzat, amelynek segítő felső tanára vagyok, megtárgyalja a kőkútheti programokat nagy vonalakban, és kikérjük az ő véleményüket, mit szeretnének, mivel tudnánk izgalmasabbá, számukra élvezetesebbé tenni ezt a hetet. Érdemes végigkísérni a heti programot is. Itt lesz kerékpár ügyességi versenytől kezdve labirintus, nyelvparádé, ügyességi versenyek és előzetes szervezési feladatok csapatalakítástól kezdve, és ez mind nagyon szépen halad. A bemutató és az esküdítel után a tanulók a diák önkormányzat ajándékát vehették át tanáraiktól a szülők, hozzátartozók érdeklődése mellett.